Sziasztok, Barbie vagyok. A mai videóban megmutatom, hogy hogyan készült el a halloweeni sminkem, és miket használtam hozzá. Először is két rúzsra volt hozzá szükség. Használtam a Rival de Young matt, így mutatom, így jobban fókuszál, matt Donna nevű rúzsát, valamint a Body Shopnak a Sicily Iris nevű folyékony rúzsát, egy Max Factor ecsetet, és a NYX palettáját, a NYX-nek ezt a Ultimate Edit palettáját használtam. És akkor hogyan is készült? Először is kitaláltam, hogy pókhálót szeretnék pókokkal. Megnéztem az interneten, aztán amikor a karomra akartam felrajzolni, rájöttem, hogy azért ez annyira nem lesz egyszerű, mert szemceruzám, ilyen fekete szemceruzám az nincsen, ezért ugye a szemhéj festéket használtam, ezt a színt a pókháló elkészítéséhez, illetve a pókhoz, és ugye az ecsettel vittem föl. De most raktam egy kis mintát nektek, hogy hogy néz ez ki ebből a színből, ez egy kicsit ilyen lilás szürkés. Ez nem a kezemen volt, csak így most jobban meg tudom nektek mutatni. És akkor rájöttem, mivel nehéz egy teljes pókhálót körbe felrakni, ezért egy kis szeletét rajzoltam meg a pókhálónak. Majd erről lógott le a pók. És a póknak a két szeme volt ezzel a matt piros rózssal megrajzolva. Tehát ilyen színe volt a pók szemének. Egyébként elég jól tartott, ezt egy zumba partira készítette be, és teljesen jól megmaradt a parti végéig. Aztán a következő, amikor elkészült a pók és a pókháló, akkor megnéztem a Google-ba a Bloody Face kifejezést, és megnéztem, hogy ilyen véres arcokat hogyan is néznek azok ki úgy igazából. Ez elég elriasztottak, én mondjuk egy nagy horror fan, úgyhogy végül is ezt a matrúst használtam, picit a szemem alatt ilyen elmosódott véresre, hogy megcsináljam a sminkemet. Ez a rúzs egyébként szerintem egy picit túl sötét szájra, de most kitűnően funkcionált, ugyanis ugye ez az alvat vér színez teljesen jól passzolt ehhez a sminkhez. Ilyen színe van, picit ettől sötétebb egyébként a bőrön. Ezt használtam a szememhez, illetve a számra. Egyébként jól sikerült, villamosan teszteltem a hatását. Hát elég érdekesen néztek rám, úgyhogy gyanítom, elértem vele a kívánt hatást. Utána megmutatom mindjárt nektek, hogy miket használtam a körmömre. Ez nem kimondottan ehhez a programhoz készült, de mivel ez is őszies, ezért mondottam, ezt is megmutatom. Körmömön van kétféle Yves Rocher lak. Az árnyalatokat megnézem, ha látom rajta. A világosabbik az a Blue, és a fények nagyon jók, Blue Volubilis 62-es, a sötétebb pedig a Blue Pence, a 63-as, szóval tényleg csak egy ágyalati különbség van köztük, és az egyik körmömön sötétebb, utána világosabb kék van, de tényleg egy pici az eltérés. És akkor ilyen kis matricák vannak rajta, idehoztam, amik így maradtak, mindenféle ilyen tök, ez van például a középső körmömön, ilyen kosárba tök, ezek a kis makkok vannak a gyűrűs ujjamon, és falevél a kicsin, és akkor így lett végül megcsinálva az összes. Aztán miután ezek fölkerültek, utána pedig egy ilyen szintelen lakkal lefettem, hogy ugye ne jöjjön le olyan hamar a matrica. És lényegében így készült el a halloween sminkem. Azért gondoltam megmutatni, hogy lássátok, hogy tényleg nagyon egyszerű őket elkészíteni, és ha bármikor kedvet kaptok, akár most így a halloweenre, akkor pár termék felhasználásával is teljesen szuper eredményt el lehet érni. Nem kell hozzá egy teljes sminkarzenál. És ide is rakok mindent, amit felhasználtam. Remélem tetszett, ha igen, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Írjatok kommentet, hogy ti mentek-e halloweeni buliba, vagy otthon szórakozásból kisminkelitek-e magatokat. Legyen szép estétek, boldog halloweent, sziasztok!